akkor hátra is dőlök, és akkor filmezünk. Mi az ott a kezedben, Dezső bácsi? Hát az a nagy helyzet, gyerekek, ugye tudjátok, hogy most én szabtam meg a szivatást, és a szivatás az pedig nem más. Dezső bácsinak végig majd itt egy külön személyiséget kell majd itt alkotnia, akit úgy hívnak, hogy Duci Fáncsi. Ez a név, ez még mindig kérdezik, a kussoljál! Jó, bocsánat. Ő lesz itt a produkció. Igen, a hasbeszélés még nem megy, tehát tekintsetek el attól, hogy a szám is pozogni fog, miközben megszólaltatom ezt a bábot. Igazából voltam én már itt, volt rajtam unikornis maszk, voltam baby, tehát igazából az, hogy én megalázzam magamat, azon már túl vagyunk. Hogy van, bazd meg? Igen, szóval jelenleg egy démon szállta meg kicsodát, még egyszer, hogy hívják? Duci Fáncsi. Jó, igen, Duci Fáncsiról beszélünk, rendben. Tehát ő itt lesz most velünk, úgyhogy most kivételesen mondanám, hogy hárman nézzük, de hát négyen, hiszen Kókusz is itt van, csak éppen, hogy kilóg, tehát annyira ügyesen megoldotta. Teste 80%-a. Ő nem... Te nem érzi ezt az influencer életet, tehát hogy tudja, hogy az arcát is kéne hozzá. Vagy lehet, hogy ilyen, mint az Insta picsák, hogy igazából arc nem kell, csak kiteszi a búkeszt, kiteszi. Mondjuk olyan. Kitette egyébként a Insta. Szevasz, Kókusz. Jó, kitetted a picsádat. Seggel az kint van, cica. Szóval aki a szőrös segekre bukik, lehet, annak most van itt egy csomó. Itt van mindenkinek. Fulva vagyunk. Mindenkinek szőrös a segge. A film, mi a fasz nézünk? Azt mondd el is utána. A film, amit nézünk, gyerekek, az a Sharkenstein lesz. Válogatott csúnyaság megint. Fekete-fehéren indul, de remélem, hogy nem az lesz majd végig, bazdmeg, mert akkor itt szörnyet halok mindjárt magamnak. És ennyi egyébként. És mit akartál még mondani? Azt akartam mondani, most egy kicsit le... Figyeld, öcsém! Hát az elég csúnyás volt. Nagyon akart beszélni, de most nem hagyom neki. Előző klisékereső alkalmával... Fogalm is mi történik. Előző klisékereső alkalmával bevezettük azt, hogy minden kommentelő között kisorsolunk egy klisé kereső játékot, és ez megtörtént, a sorsolás megtörtént, és Dévény Miklós a nyertesünk, aki egy ilyen szépet nyert. Nem pontosan ez, mert ez le van hányva, vagy leszarva, vagy valami történt ezzel, tehát egy zsírújat fog kapni, úgyhogy kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, nagyon vicces, hogy közben így ezzel mutogatok. Nem vicces, bazd meg! Vedd velünk a kapcsolatot Instán, Facebookon, valahol a Freakshot meg fogod találni, és akkor elküldjük neked ezt a csodálatos játékot, és ez megy tovább ez a játszma, úgyhogy most ennél a videónál is bárki kommentel, az esélyes lesz arra, hogy nyerhessen ilyet. És aki külön a szarosat szeretné, az jelezze mindenképpen. Ennyi. Szarosat tudunk gyártani, és korlátlan mennyiségben, gyerekek, van két seggünk, úgyhogy igazából három, úgyhogy amennyi szarosat kértek, nincs. Na, figyelj, kényelemben helyezem magamat. Kicsit átcsavarom akkor még egyszer, hogy hívják? Duci Fáncsit? Duci Fáncsit kicsit átcsavarom, akkor... Na szóval most már így fog beszélni Duci Fáncsi. Na nézed a filmet, aztán majd beszélgettünk. Nézed, igen. Szóval igen, fontos dolgok történik. Szeretem az ilyen szivatásokat, amikor mindig azért úgy egy ilyen, hát emelt fővel tudok távozni a felvétel helyszínéről. Mint a Szent Király, bazd meg, kiemelkedik a vízből a reklámba, ugyanaz. A híres Greta Volkova. Hát miért nem ezzel kell? Ken Van Sant! Még ő is benne van. Titus Himmelberger. Nem kerülhetek át a másik kezedre? Sajnálom. Ez az ügyesebbi kezel, nem? Sajnálom, jobb kezes vagyok, Duci Fáncsi. Kicsit jobban fölhúzlak magamra. Jó, ez van? Nem baj. Őt ismerjük. Így fog beszélni, és akkor olyan, mint a hasbeszélő lennék. Nem látják, hogy mozog a szám? Azt a kurva, milyen zseni vagyok? Duci Fáncsi. Azt a betyárjad. Tehát tényleg egyébként bazzek különben is, hogy eddig nem kerestek meg. Tehát amikor tényleg adott, hogy micsoda alakítás volt az unikornisos, és nem hívtak föl az Örkény Színházból, hogy szükség lenne egy unikornisra. Még milyen hangja legyen Duci Fáncsi, mit lehet még kihozni belőle? Hát a Batman-es hang az jó, Batman-es Venomos, várjál. Batman-es Venomos, várjál. Vékony. Lehetne egyébként egy ilyen izé. Rágjam még az acskótokat, Duci Fáncsi vagyok, gyerekek! Szevasztok! Lehet egy komoly Yankee akcentusa is. What's up, brother? I'm Duci Fáncsi! Fuck ya! Erre a hírre... Látjuk a gyilkos, nem-e? Ó, basszalova, tényleg. Hogy ropja? És szőkenő az első áldozat, de ha hol nem halt még most meg? Most halt meg, pont lenni esküszöm! Nem mondod komolyan, bazzik, hát lenéztem. Hát rohadjak meg! Én csak jaj, lenéztem. Jaj, ormányom legyen, ha nem halt meg! Hát de annyira gáz volt, hogy így rá placsantak. Beszitta? Igen. Ó, bazzik. Ez azt akarják jelezni, ez a csávó. Debil? Ő pedig egy...
Pakrac? Megpróbálok most meg koncentrálni a filmre, mert érzem, hogy az a lényege, a győzelemnek mindig az a kulcsa, hogy figyelni kell, tudni kell a filmre. Ez kettő zero. Tudom, hogy ez eddig bukó. Hát erre az én ormányom nem álhaskodik. Kusa már, mondjuk itt lakik, nem lehet neki beszólni. De tényleg, hát itt lakik. Éjszaka van, azért letugja az izért. Régóta itt lakik egyébként, tudsz, megköszörüli a torkomat a fasztor az ormányával. Eddig örül neki, mert eddig a szekrény volt. Ja. Végre kiszabadultam a világra, azonnal a YouTube-ra. Tényleg, de volt ember valaha, aki így hordta ezt az izért, ezt a sapkát. Ez 90-es években ezt így hordták. Hát volt ilyen, szerintem én is körülbelül egy percig hordtam. Még ők is szégyelték, de te is csak iróniából. Hát nem tudom, fölvettem, belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy több vagy te ennél. Ezt nem teheted magaddal. Megy a hó, a nagy horgász, azt jól kikapja. Magunk lápú. Megint, bizony, ez iskola példája volt annak. Mi rajta van? Rajta van az át. Átszédül, most ja, vette. Ja, vette fel. Ja. Nem? Az belül szokott lenni. Barom. Anyám! Mi az anyám? De így ölte meg az elemben a család is. Úram, teremtem valamit. Az volt, hogy rátették egy ilyen layerként. Tehát az volt, hogy ott áll az ember, ezt egy pak, ráraktak egy ilyen PNG-t. Sharkenstein.png. Apám. Jó, mi? Ez ő lesz? Ez... Durva azt mondani mindig, hogy ez egy új szint, de öcsém, ez tényleg olyan volt. Nézzeg, ő is szegény, lógatja az orrát. Ez az. Na, bevettük a bandába. Be. Gyerekek, amennyiben szeretnétek, hogy állandó vendége legyen Duci Fáncsi műsornak, csak kérnetek kell. Lehet, hogy kézről kézre vándorol majd, de... Különböző végtagokon megtalálható leszek! Csak végtagokon, hello! Ez most egy ilyen technikai manőver a mi részünkről, mert bármi jellegű ilyen gusztustalanságot azt igazából a Duci Fáncsi fog majd közölni. Így van, mert azt nem... Súgjuk. Pontosan! Nem mondok ilyeneket! Igen. Azt a deronda, figyel! Láttad? Súgjál a fülébe valamit? És átadja. Hát nem tudom, hogy ilyet szabadna a YouTube-on mondani, de... Inkább nem fejezem be a mondatot. De az anyukák nagy bajban vannak, az biztos. Unalmas a műsor, gyerekek, villancsatok már valamit. Csöndbe ültök, az filmeztek? Hozzád beszélek, bassz meg. Figyelem a filmet, baszod. Most mondtam a stratégiát, hogy győzni kell. Jó, van, rendben, nem baj, semmi gond. Én már itt a 86. hangot prezentálom, ti meg csak itt ültök, azt filmeztek, de gázak vagytok, azt egyébként meg a film lehetne nagyba, ti meg kicsibe. A fókusztal nagyon jóba voltak. Ezt látod, hogy csomószor az van egyébként, hogy előtérben lévő forma az a homály, háttérben meg minden éles. Hát mert lehet, hogy azt mondták az operatőrnek, hogy valójában igazából csak egy természetfilmet vesznek föl, nem merték bevallani, hogy egyébként ez itt egy legit horrorfilm. Az operatőr az rányomta a fókuszt a izére, a hátulévő természetre, ezek meg ott random beszélgettek. Ez ugye 1999-es városi tévének a szilveszteri adása. Azok onnan lopták ezeket az átulésket. Igen, a kőbányai helyi tévé. És akkor most a kispesti asszonykórus után fogadjuk sok szeretettel Kovács Kázmér művész. Jesszus! De ezt láttad? Geci, láttad? Ezt ráírtek az egy pénten. Ráírtek. Ki volt egy kikapcsolt monitor, és ráírták. Menj a jó büdös kurva anyádba. Hát én akkor, most már tényleg, többen írták, hogy nem vették komolyan. Láttad az izét? Vazzeg, hogy az izé, ugye bokától le voltak harapva a lábak, lefette egy kukázsákkal, kész el van intézve. Megvan, jó. Vége úgyis a műszaknak, gyerekek, nincs itt probléma. Csak hogy erőtött eszembe, hogy fölhívást intéztünk felétek, hogy szeretnénk filmet csinálni, és egy csomóan azt mondták, hogy nem biztosak benne, hogy komolyan gondoltuk. Kurva komolyan gondoltuk, tudom, hogy most egy báb van húzva a kezemre, és nem lehet komolyan venni, amikor ilyeneket mondok, de tényleg komolyan gondoltuk, neki fogunk állni. Én azt lőttem be, hogy nyáron fogunk csinálni egy freak show horrorfilmet, egy ilyen hasonló ezek után, öcsém, ezek után tudunk. Gyuk Larson karaktert szerintem mi is hozunk. Úgyhogy én is tudom mondani, ez a központ, támadás. Aki színészkedni akar, vagy háttérember akar lenni, továbbra is mondjuk, jelentkezzetek. Hallod? A nyílt víz ennek elős közepén, a csávó annyira dugta be a kezét, mint amennyire az én kezem van ebben a szájba baszott. Elnézést. Bocsánat. Szóval mint ebben a drága kis bábban, és lenyúlt az aljára. Na ott volt a zavarba bazd. Tehát, hogy konkrétan már iszapos lett a keze, bele túrt már a legaljába, a tenger fenekére nyúlt. Ki ez bazd meg, a Reed Richards? Láttuk a gyilkost? Mutatták egy pillanatra. Jó.
kétségbe esetten kapaszkodunk a klisébe, és egyébként szerettem volna, hogy Fáncsi is találjon egy klisét. A Nisza Kíváncsi Fáncsi című mesére? Nem. Volt ilyen Kíváncsi Fáncsi. Komolyan? Volt, egy elefánt volt, Kíváncsi Fáncsi. Hú, az igen. Hát a hölgynézők azok szerintem most az biztos, hogy nedves bugyival nézik ezt a Sárkánysteint. Itt olyan férfiak vannak, hogy hetero férfi szemmel is egyébként így szinte megnyalom már a szám szélét, mert az a szőrmók az nem a... Szőrmók segg azért az elég. Az eléggé adja. Láttad, az konkrétan, láttam a végét a izének, a cápa uconynak. Ugye, mert csak addig volt meg a PNG. Nem volt ennek jobb dolga amúgy ennek a nőnek? Nincsenek ennek normálisabb ismerősei? Az mi a fasz? Azt láttad? Az is egy kép volt. Az oda raktak egy képet. Igen. Azt... Ott lakik a Sárkánystein? Lehet. Oda jár haza hálni? Nem ezt beszéltük meg. Nem akart, hogy megint elbeszélgess. Ne, most ne nézzél így rám! Csoda! Komolyan, ne? Tényleg, ki hoz a sodromból? Hát nem ezt beszéltük meg. Azt mondta, viselkedni fog, itt ücsörög, néha mond egy-két poén, de az, hogy itt azért itt baszogat téged, én ezt nem... Csonkol test. Az csonkol. Bazzik, a láb is az volt te. Az is az volt, most igen. Már mindegy. De hát az már most már... Az a láb. Na látod, nem elment. Figyelsz, azt veszíteni fogunk. Szedjétek össze magatok, mert... Sajnálom, mester! Jó, tetszik ez a megnevezés, de azért... Máskor szebben. Illedelmesebben, légy szíves. Egyszerre két embert fog tudni megverni most a műsorban. Hát tényleg egyébként szedjük össze magunkat. Az egész kottingest, ami ott van, ja. Szerte szét igen, van, hogy gyerekek elragudjad. Nézd, az egyik az le se szarja, az inkább fekszik, alszik az egész. Nézd, most akkor társik, mint az állat. Érted? Ez meg itt a kezemben, ez meg csak itt hesszel. Mi mindent megteszek, mindent, bazd meg! Nem érdekel, üljél vissza. Szóval, meg nagyon csúnyán beszélsz ez a másik. Tehát én nem vagyok ehhez hozzászokva. Figyeljetek oda, szedjetek össze magad, hogy kész csapatod van, érted, teljes KFT. Igen, a fél időben gyerekek valami új stratégiát föl fogunk állítani, mert szerte széjjel vagyunk azok, mint a magyar válogatott. Komolyan nézd, hogy te is, ha mit csinálsz, te csak tényleg itt alszol. Úgy vagy, tényleg bazdmeg, mint a izé. Vagy tudják, Jim Carrey, hogy az Ace Ventura-ban bazdmeg, te is. Én teszek bele minden, értitek? Kókusz, ne nézze, hiába vagy aranyos, hogy mostantól figyelsz, jó? És viselkedsz. Vissza fogsz kerülni a szekrénybe. Én hoztalak ki onnan. Nincs izé. Nincs. Aha. Halás. Vagy... Na jó van. Azok. Hallod? Én majd egy chipszel elveszek. Ti meg hogy magatoknak legyenek ennyi. Most a viccet félretél, most attól például, hogy egy elefánt van a kezemre húzva. Én messzeföldön híres Ace Ventura vagyok egyébként, úgyhogy én az állatokkal suttogó. Gonosz hosszú monológia. Menj már faszomba! Kikapunk! De te is csak itt alszol, kókusz, ne őríts meg! De ez azért jó, mert itt egyébként az áldozatok, azok olyan hülyék, hogy ők egyébként érdeklődnek. És mégis miért van ez így, főnök úr? Mondja már el nekünk, hogy jött ez a cápa ötlet? Mesélje már el! De ilyen, ez konkrét párbeszéd. Milyen módon szeretne kivégezni minket? És ugye is így meg van lepődve, hogy hú, milyen érdeklődés, nem számítottam ilyen érdeklődésre. Akkor elmondom. De így van értelme a gonosz hosszas monológiának, mert a gonosz igen. Mindig úgy tart monológot, hogy a kutya nem kérdezte, az meg senki igen, nem igen. Kíváncsi rá. Itt egy kész párbeszéd alakult ki, tiszta informatív az egész beszélgetés. Igen? Ja, hogy az a Frankenstein szörnye. Az a Franco agya, meg a szíve. Aha. Volt neki szíve? Volt neki. Ja, tényleg volt. Felesége is volt. És hát mint tudjuk, hogy ha valakinek van felesége, akkor szíve is van. Hát. Experiment Godard! Most így beszéled, Uzi Váncsi, most ezt a hangnemet vette át a doktor Sarkensteintől? Experiment Godard! Ez a bekúrt Hitler. Ez tényleg olyan, nem tudom, alternatív Hitler. Zik Heil! Nyertek, fiúkák? Na akkor tankba be! Kettesbe be, könnyököd ki. Nálam az, hogy SS teljesen más jelent. Úgyhogy tudjátok, mire gondolok. Na jól van. Ember nem örült így még viharnak, szerintem utoljára bazdmeg a Visi Károly, a meteorológus örült így, amikor azt mondta, hogy másnap eső lesz, és bejött, és így nézett ki az ablakon. Hú, az még mindig nagyon jó. Olyan szinten
pént. It's alive! It's alive! Ja, ez most Frankenstein agya meg szíve, amit belebasztott. Most rakta bele a cápába. Most baszta bele, igen. Eddig csak egy összeege... Eddig egy sima összeegeztett cápa volt. Eddig autopilotbe ment csak. Gondolom igen. Most pedig már izé. Frankenstein szörnye, az ott van benne a cápában. Eddig csak a Tesla izé. Csak az autórobot vitt előre. Ja. We don't know that. We know too much. We know his whole crazy plan. Kivel kokettálsz? Filmet nézzed. Láttad a csávot most éppen? Mit csinál? Árnyék széken kibekelte az elsőt. Jó tett. Úgy van, hogy ameddig kisüt a nap, addig szarik egyet. Jó. Hátradől, ezt élvezi. Az jó. Visszacsapta a napszöveget, azt megy tovább. Nézd meg ezt, láttad egy ilyen izé? Mondom én. Ráteszik PNG-be. Az a film, amit mi fogunk csinálni, a film munkacíme a Részfaszú Bagoly Bosszúja. Kettő. Kobégen kettő. Anyádat. Az szép az volt. Copyright. Copyright! Copyright! Honnan jön egyébként a monitoron keresztül a kép? Van vele egy ilyen búvár? Mindig megy a GoPro-val mellette. Te nem tudod megérteni ennek a csodálatos filmnek a művészetét. Hát azt nem. Hát most legyen ilyen szofisztikált. Hát igen, ugyanis a Sargenstein olyan mélységeket hordoz magában, amilyet még az óceán maga sem látott, egy fantasztikus filmművészeti alkotásról beszélünk, ami az IMDb-n is csak azért kapott olyan kevés pontszámot, mert nem értékelte az egyszeri néző, de az, aki filmesztéta, mint én, az nem figyel és kikap, mint a szar. Próbál bejutni. Való igaz. Csúnyán kikaptok. Hiába hárman kikapunk, vagytok. Hát nem vagyunk, most őszintén hárman vagyunk, most nézd meg, ő egy... Ébren töltött perce nem volt a film alatt, ez meg össze-vissza hordja mindenféle baromságokat. Tehát itt én vagyok az egyetlen, aki próbál valamit tenni a csapat érdekében, de hát nem tudunk mit csinálni. Tehát itt egyedül nem lehet mit tenni. Na, csapat megbeszélés, jó? Mert ti teljesítettek a legszarabbul, hogy beszéltek egymással. Gyorsan, menjünk a partra. Áll a hajó egy helyen. Anyád. Ez izé, ez Digimon! Ja, akkor a csávó meg is halt. Ki? Sapka. Hát már nincs itt, hogyha megnézed. De hát mi? Nem figyeltem. Hát mi lett vele? Sose tudjuk meg, miért hordta úgy azt a sapkát. Ó, hát akkor most egy perces néma csönd. Lehet, hogy kinézte. Sapka. Most megeszelte elnet, ugye? Na, get off my property, you bitch! Inkább hasonlít már egy békára. Maga mit csinál? Szarnom kell. Keresem a megfelelő bokrot. Nézze, kinyitok a tiszavirágok vége. Milyen szép. Erre várok tavaly óta. Te meg időszt azt eltaposod, te szemét, te. Ő is keresi azért a pozit, hova tudna szarni. Viszont szétváltak egy... Nyilván valami veszélyes helyzetben. Hát én úgy érzem, hogy kikaptunk, mint a szar. A rész elején lehetett volna fogadni, az én se arra a csávóra fogadnék, akinek egy kibaszott elefánt van a kezén. Tehát nem biztos, hogy arra fogadtam volna. Az occok azért nem úgy álltak. Nem húzom be a látkodat. Már most már ne alázd meg. Most már fogd vissza magadat. Nézzek, itt vagyunk, itt szerte széljen. Nem, ez se érte. Mindegy. Ez izé. Hát ez úszó vagy bukó. Látod, milyen csulázat a csávó? Igen. Arra, hogy figyelj, rendnek vagyok, hozom a szerepet, nem is kell nekem mondani az instrukciókat, tudom, mit kell. Ismerem a járást. Ez igen. Hova készül a fotózás? Csak nem a 67-es Maxim magazinba. Kizeltem, de új naptára. Tinderéni, ez van szerencsém. És most nem tudom, milyen hangot találtam, de most ennél fogok maradni. Pervers disznók! Ne harcoskodjál. Akkor legyen nagy popát, hogyha mi vezetünk. De nem vezetünk. Üljél le, és gondold át a tetteidnek a következményét. Most megtanulod végre, hogy ez nem egy bohóckolós műsor. Így van, hogy itt komolyan kell. Igen, te azért, hogy itt lehet itt nevetgélni. Poénkodva nem lehet, bazd, ja, komolyan, nem, ez tényleg, én nem. Én azt hittem, hogy itt most amatőr, komolyan... Amatőr, na. Ne, nem ért hozzá. Nem. Hát, most figyelj, aki a szekrény mélyén töltötte az elmúlt éveket, az lemaradt. Lemaradt arról, hogy itt mégis milyen kultúrműsor zajlik itt. Nem látta el egy részt se? Nem. Nem látott, nem. Öcsém, ilyen amatőrökkel kell nekünk összeülni állandóan. Nézd meg, bazdnek, egyik végig alusszal, ja. Végre, és minek hívtunk meg, ne haragudjál.
Legközelebb nem jössz. Olyan, legközelebb más sztár vendéget fogunk keresni. Ami egyszer tényleg, a pacek lenne egyszer úgy klisékeresőzni, hogy jön valami vendég, és akkor valahogy vagy a vendég mellé valaki becsapódik, vagy ő van egyedül kettőnk ellen, bár mondjuk az nem lenne túl gáláns, úgyhogy akkor valaki mindenki, becsapódna mindenki mellé. Ellen. Vagy mindenki mindenki ellen, igen, az a legkirályabb. Nagyon jó lenne. Fasza lenne. Influencerek, hazai celebek, figyelem, várunk titeket. A klisék keresőben lehet velünk filmet nézni. Én elsősorban Kis Ramónának örülnék. Tudom, hogy nézel minket, úgyhogy légy szíves, akkor itt van egy hely a kanapén. Nagy a kanapé. Vigyázz, igen. Fekete ruhában ne nagyon gyere, mert csupa macska, nagyon fog látszani rajta a macskaszőr, úgyhogy de beérjük kevesebben is, tehát tényleg nem muszáj pont rögtön A kategóriásnak jönnie. Jöhet más is, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket. Folyamatos jelentkezéseket várunk a filmre is, egyébként a filmbe is lehet, tehát sztárok jelentkezését is várjuk a filmbe. Én nagyon örülnék egy Mucsinak a mi horrorfilmünkben. Mucsi, ó, hallod? Mucsi isteni lenne. Imádnám a Mucsit, úgyhogy hát a Mucsinak biztos, hogy freak show. Művész úr. Művész úr. Rajongok vagyunk, hogy kérjük. Így van. Áldja meg a filmünket a jelenlétével. Nézd meg, bazdmeg, ott egy statiszta, láttad? Statiszta kezében a izé, cápa huszonnyal, így jött, így kúszott a bokorba. Így jó leszek, főnök, így jó leszek? Akkor én most itt fogom, te így fogtál, izé, én jó leszek, akkor itt most a bokorból kidugom, rendben? Nagyon jó, látszódik. Jó van, Jack, nyomjad, most Lacika, egy kicsit. Nagyon jó. Kusszad, lapulja. Az Oscar már a kanyarra van, Lacikám. Geci nagy békának tűnik most már, ez tényleg? Ez minél tovább nézzük, ki tudja, mivel fog átalakulni. Mint hézében, a Dragon Ball-ban dermesztő. Ez még mindig nem a végső formám, Geci. Láttam egy mémet róla valamelyik nap, egy hűtő volt már. És azt mondta, hogy ez még mindig nem a végső formám, Geci. Bocsánat, nem akartam oda csak a fejedet, de nagyon vicces. Ez egyébként a Freak Show-ra is igaz. Bármilyen minőséget látta, akármi... Tehát én látjátok, itt van most egy... Ez mindig nem a végső formánk. Ez még egyre jobb lehet. Tehát ha ez eltántorítaná Kis Ramónát, ne történjen meg, mert még lehet jönni ide. Van egyébként előtt ilyen szöszleszedők. Leszedjük amúgy, mielőtt leültetnénk, ne aggódja. Nem abszolút. Nem kell miért tudni. Nem vagyunk készülve, gyerekek. Van itt minden. Azért mondtam már többször, hogy gyerekek, ez egy intézmény, bazdmeg, ez nem egy csatorna. Ez nem. Tegyük már helyre a dolgokat. Na most, hogy bementek a házba, akkor... Megpróbálok hazbeszélni, hogy nem mozog a szám. De tudja, hogy nem bizonyítok, és amit mondok. Arra? Látszódjuk, hogy mozog a szám? Nem, egyébként nem. Akkor innen nem. Szinte akkor mondhatjuk, hogy hazbeszélni vagyok. Azt eddig is csináltam volna egy a kuró éremben. Nem, de szóval én vagyok itt a Nazi Fáncsi. Már úgyis kikaptunk, úgyhogy elmesélem az egész életemet. Ennyi volt. Hát igazából ennyi. Megvartak engem egy ilyen ideje. A kínai gyárban egy 8 éves kisgyerek rakott engem össze. Sokat dolgozott rajta, kapott érte legalább 2 dollárt egy hónapra. Most egy kicsit már, mint a indiai obszatosan lenne, de semmi baj. Egyre jobban mozog a szemben beszélni, de van nem baj. Na mindegy. Utána volt a pacélra kerültem, és akkor meg lettem vásárolva, csak azért, hogy egy sötét szekrényben töltsem az életemet. Hát ez van! Most pedig itt vagyok a világon. Hírnévhez nem tudom befejezni a mondatot, mert megzavarodtam. De nem öregszik. Világot jelentő deszkákon. Ezt akartam mondani, csak kicsit megzavarodtam, nehéz szó volt. Szóval ez volt Nazi Fáncsi története. Akit érdekel a további életemnek a sorsa, hát az iratkozzon fel a csatornámra. Csinálj neki Instát is. Lőszi, lesz Instát, Luci Fáncsinak. A béka. Tényleg a... Franken béka. Ennyit csinálj, késsel rákent a kezére, a izé, szőrös kezére, mert olyan az is, mint egy yeti. Az is egy szőke. Igen, csak akkor... a szőke, azt hiszi, hogy azzal elrejti, de mi attól még látjuk, hogy akkor a dzsungel... Hát látszik, az nem. Napfényen úgy cseng a csém. Akkor a dzsungel van ott, hogy már csak azt várom, hogy a Dwayne Johnson mikor fog kiugrani belőle egy ilyen macsétével a kezében. Ugye stuntot csinál, egyik szőrrel a másikra, egy ugrana baznek, retkes izévében. Ez kérem szépen a Final Showdown. De nem azt beszéltük, hogy ez egy V1-re van? Nem, érdekel. Jó, legyen. Az első műsorom, úgyhogy én most ezt a pontot behozom. Akkor is kikapunk, annyi baj legyen. Most ha néz egy hasbeszélő, az biztos sír. Még az olyan, bárki, aki nézi. Nem kell annak hatos tényleg lennie. Édesanyám, holnap már meg sem ismer engem. Már hiába hívom. Megismer, csak nem fog köszönni. Hát lesz irányítva.
az elbegyógyintézetbe. Nem baj, megyek vissza a szekrénybe. Ó, mondtam, ott én éreztem a szikrát. Figyelj, Duke Larson, mi van? Szétváltak. Két embert nevezhetünk csapatnak? Hát, nevezhetünk egyébként. Igen. Ők igazából egy csapat, végül is, ja. Végül is mi itt hárman vagyunk, de ezt nem nevezném csapatnak. Tehát ez a hármas, ez a trió, ami itt megalakult. Hoppá. De azért rossz, ezt imádom, amikor menekül, de lényegében úgy megy, mintha egy kifliér ugrana ki a konyhába. Ezt minden filmben eljátszák, hogy nem túl hiteles a menekülés. Uha! Megharapta a lábát, látod? Combon harapta az. Azért az is egy élet, amikor megharap egy PNG. Te figyelj, ez lángol a Duke Larson a cápával együtt. Hát, de nem a legjobb barát. Jaj, tudom, ezen gondolkodtam, de hát ő nem... Nem a legjobb barát. Kinek a legjobb barátja? Hát nem, a Duke Larson, anyja se szereti. Az a durva egyébként, hogy megnéztem most jobban azt a Lighthouse-t, az az épület, az úgy van összerakva, hogy az maga is egy PNG, de annyira nem volt egyébként büdzsé, hogy az a Lighthouse, az két külön PNG-ből van összerakva. Az össze van illeszve, bazd meg. Két külön képből. És úgy van rátéve egy ilyen mezős képre. Szegényem is szomorú. Hát szomorú. Most mennyire él az a dolog? Hát figyelj, benyomom, aztán megmagyarázzuk. Megmagyarázzuk? Meg tudjuk magyarázni. Ő fogja megmagyarázni, és neki elhiszed. Az egyetlen túlélő egy szőkenő. Mert ha azt nézzük, az alapcsapatból senki nem maradt meg, csak a szőkenő. Hát kivéve Duke Larson mondjuk. A Duke Larson meghalt. Baszik tényleg. Egyébként tudod mit, akkor ezt elfogadom. Tehát akkor azt én most megkaptam, ez nem is tudom, ez erős csappont, de még így is kikaptam, mint a szó. Szerintem így is kikaptál. Na, a csávó az izé? Milyen komolyan, szerintem is kikaptál. Erről van szó. Az a lényeg, nekem azt tanították a szekrény mélyét, hogy a részvétel a fontos. Hát, akkor az így lényegében egy jó volt, kikaptam. Ez jó volt. Én elköszönnék így a magam részéről a nézőktől. Örültünk neked, Fáncsi. Én mindent megtettem, hogy ez sikerüljön, de hát még nem sikerült. Okay. Nem rajtad úszott el, nem akarok senkit hibáztatni. Te? De sajnálom. Faszomba. Jó, na volt. Szóval, igen, szóval kikaptunk. Kókusz is megy, az egész csapat fel. De itt ekkor összefartál. Így van. A kapitány maradt a végén. Hát ez van, sajnos. Ezt benyeltük, tehát akkor azt jelenti, hogy ismét egy megaláztatásban lesz részem a következő klisékkereső alkalmával. Nem tudom, milyen filmet fogunk nézni, de marha jól fogunk szórakozni. Mondjuk te eleve egy egész repertoárral készültél most is, hogy mennyi szivatásom lehetne, úgyhogy még a határa csillagos ég. Meglátjuk, mi lesz, vagy legközelebb is, hát... Brian Reszek! Szóval, aki szeretne nyerni klisékkereső játékot, nincs más teendője, mint hogy kommenteljen valami nagyon szépet, valami fantasztikusat a komment szekcióba. És akkor az elkövetkezendő két hétben a kettő darab klisékereső között fogadjuk ezeket a kommenteket, és majd kisorsoljuk a győztest, aki megkapja ezt a csodát. Így van, gyerekek. Akkor vigyázzatok magatokra, jövünk majd még hamarosan. Viszlát! Viszlát!